Az elmúlt hónap során Kárpátalján romlott a járványügyi helyzet. A múlt héten csaknem 500 COVID-fertőzöttet regisztráltak a régióban. Az előző év azonos időszakában ez a szám még a 100-at sem érte el. A legtöbb beteg az Ungvári, Huszti és Munkácsi térségben van. Jelenleg 149 beteget ápolnak a megye kórházaiban ilyen diagnózissal. 30%-uk, azaz 43 beteg igényel oxigénellátást, 11 beteg intenzív osztályon van. Szerencsére az elmúlt két hónapban a lélegeztetőgépeink használaton kívül voltak. Azaz elmondhatjuk, hogy a régióban jelenleg nincs szélsőségesen nehéz eset. Az orvosok hangsúlyozzák, eddig a védőoltás az egyetlen módja annak, hogy elkerülhető legyen a koronavírus járvány súlyos lefolyása. A megyében a felnőtt lakosság csaknem 40%-a kapta meg az első és második adag oltást, míg az emlékeztető oltást mindössze 4%-uk. A Pfizer és a CoronaVac mellett Kárpátalján elérhetővé vált a Johnson-féle oltás is. Az egészségügyi világszervezet nem javasolja az oltási folyamat újraindítását, ha az adagokat kihagyták. Mindazonáltal az emlékeztető adagot a már meglévő immunitás megerősítésére tervezték. Vagyis ha megvan az első és a második dózis, van immunitás. Egyszerűen csak egy emlékeztető adaggal aktivizálja azt. Az emlékeztető adag célszerűsége nem függ az eltelt időtől. Természetesen kívánatos betartani ezeket a minimális és optimális intervallumokat, de ha kissé megnöveljük, akkor sincs baj. A legfontosabb dolog a védelem az őszi-téli időszak előtt.